Ebben a videóban a magyar királlyá koronázás három feltételét nézzük meg. A középkori magyar koronázásnál három feltételnek kellett megfelelni, hogy törvényesnek lehessen nevezni a szertartást. Tehát három kérdésre keressük majd a választ. Ezek a kérdések a ki, a mivel és a hol. Most nézzük meg őket egyesével. Az első kérdés a ki. Itt arra keressük a választ, hogy kinek kell az uralkodó fejére felrakni a koronát. Ez az ember nem más, mint az esztergomi érsek. Ez azért van, mivel ő a pápa helytartója Magyarországon. Koronázás ezzel azt szimbolizálja, hogy az uralkodó hatalma Istentől ered, és arra lett kiválasztva, hogy a népét irányítsa. A következő kérdés a mivel. Itt a helyes válasz a Szent Korona. Nagyon fontos, hogy nem elég akármilyen korona az uralkodó fejére, hanem kifejezetten a Szent Korona szükséges, hiszen ez szimbolizálja Magyarországot, így aki a Szent Koronát viseli, az Magyarország ura. Itt fontos megemlíteni, hogy a Szent Korona első magyar királyunk Szent István korában még teljesen máshogy nézett ki. A ma ismert Szent Korona két részből tevődik össze. Az alsó része a görög korona, a felső pedig a latin korona. A görög korona első Géza uralkodása alatt került az országba, habár nem Géza királynak küldték, hiszen ez egy női korona. Ehhez hasonló koronák ékesítették a bizánci császárnék fejét is. Valószínűleg Géza király felesége kaphatta, aki bizánci hercegnő volt, mielőtt Magyarországra érkezett. A korona felső része a latin korona a 11. században került az országba. A Szent Korona birtoklása elengedhetetlen volt a király számára. Ez tette őt az ország törvényes uralkodójává. Nem véletlen, hogy Mátyás király 80 ezer forintot is kiadott érte, csak hogy visszavásárolja harmadik Frigyes német-római császártól a bécsújhelyi békében. Azonban a Szent Korona viselése nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel, Magyarország törvényeinek és szokásainak az elfogadásával is járt. Ezeket be kellett tartania a viselőjének. Második József ezért nem is koronáztatta meg magát, mert ő ezeket a szokásokat nem akarta betartatni, ezért is lett ő a kalapos király. A hol kérdésre pedig Székesfehérvár a jó válasz. Szent István korában Székesfehérvár és Esztergom volt a két legjelentősebb városa az országnak. Mivel Esztergomot már a szertartáson az érsek képviseli, ezért Székesfehérváron kellett a koronázást lebonyolítani, ahol a királynak a központi birtokai volt. Ez a három feltétel nagyon jelentős volt a középkori magyar királyok számára, hiszen akinek valamelyik kikötés hiányzott, annak megkérdőjelezhette valamelyik főúri csoport a hatalmát. Első Károlyt például háromszor is megkoronázták, mivel az első két koronázása során egyes feltételek nem teljesültek. Ez volt a Magyar Királlyá Koronázás Feltételei című videó, ha tetszett, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára!